Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A Hecht 7100-as kapálógép szettet szeretném bemutatni, elmondani róla az eddigi tapasztalataimat. A gép az kicsit több mint 200 köbcentis motorja, 5,5 lóerő, 1 hengeres, 4 ütemű, három sebességes, három előre és egy pedig hátra. Maga a gép egyébként eddig egész jó, bár ugye az olcsóbb kategóriás gépek közé tartozik, még magával a géppel eddig nem volt probléma. Aztán ugye én egybe vásároltam ezt a szettet kerekekkel, kis utánfutóval, amire csináltam egy ilyen magasító szettet, meg ugye a kapaszettel, meg még külön van egy ilyen kormányrúdnak nevezett dolog, amit még külön tartozik ez is. Így egybe volt az egész szett akciósáron 380 000 forint, ami azért ugye nyilván nem egy csúcs minőséget takar, de bele is volt kalkulálva, mivel egy variból például egy hasonló szett azért az több mint a duplájára jön neki szerintem. Na, úgyhogy a gép az igazából jól működik eddig. Problémám még nem volt vele, mert meg volt az első olajcsere. Jelenleg legfőképp utánfutó vontatásra használom. Majd a videó végén lesz egy kis, hát úgymond teszt, hogy hogy is megy egy ilyen megrakva fával. A futó az 90x130, és amit magasítót csináltam rá, azzal együtt 90 centi magas. Úgyhogy hát nem tudom erre hány mázs a fafér, de mindenki számolja ki 90x90x130. Hát szerintem egy 3 mázs nagyjából rámegy. Szóval, amivel probléma volt, az a kerekeknél ugye van ilyen két ütköző, ami azért van, hogy két kerék egymástól függetlenül forduljon valamennyit, hogy egy helybe lehessen forgatni a gépet. Ez már letört. Ezt újra kellett, vissza kellett heggeszteni, meg körbe heggesztettem a többit is, hogy megelőzzük a következő törést. Mondjuk igazából elég nagy terhelést adtam neki, mikor letört. Ugyanis kint erdőbe vágtam a fát, és az erdei puha talajon megrakva kicsit el is akadtam, aztán ott már nem bírta a terhelést. Továbbá itt van egy csapágy, amiben belemegy a tengely, és eltört benne a csapágy is, mert azt is cserélni kellett. A kerékről nagyjából ennyit. Az
az ülés az egész kényelmes, csak meg kellett emelnem, raktam be 4 rétegnyi USB lapot alá, hogy kicsit magasabban legyen az ülés. Mert a kormány most a legalacsonyabbra van állítva. Viszont így is magas volt, egy kicsit kényelmetlen volt menni vele. Hát az utánfutó az hát egész tűrhető, egész normális kerekek vannak alatta. Azért ennek is vannak gyenge pontjai. Billenthető amúgy. Itt lehet billenteni. Na viszont ez már ilyen nagyon-nagyon gyenge megoldás itt. El kell fordítani. És lebillen. Amivel egy kis gond van, mégpedig, hogy nem billen elég nagy szögbe, ezért hát szinte semmit nem lehet róla lebillenteni. Igazából hiába billentem, meg rajta marad minden, amit rárakok. Aztán az összerakásnál itt olyan problémáim voltak, hogy ezek a csavaroknak, amiben menet van, ezen van egy ilyen kis takarólemez, és az a menetes részhez képest el volt csúszva, nem kapott bele a csavar. Úgyhogy már az összerakásnál kellett kicsit fúrni, faragni, hogy ugye bele tudjam tekerni a csavarokat. Hát elég vékony lemezből van, de végül is a célnak megfelel. Hát durván olyan 300 kilóval lehet elvileg megterhelni. Ami mondjuk úton igazából nem okoz neki problémát. De itt én kijárok vele ide ebbe az erdőbe. Onnan szoktam fát vágni, és itt az erdő között megyek vele, ahol puha, homokos talaj van. Ott azért már nem olyan egyszerűen megy. Raktam rá ilyen nem túl esztétikus súlytartót súlyoknak. Hogyha az erdőbe megyek ki vele, akkor 40 kilót szoktam rárakni, amúgy 20-at. Úgyhogy összességében igazából meg vagyok vele elégedve. Mondjuk az a kerék dolog az nem a legjobban van kitalálva szerintem, de hát nyilván itt azért költségtakarékos megoldást kellett nekik kitalálni, hogy ilyen áron tudják adni a dolgot. Ja, van itt még 2 kihajtás. TLT. Igazából amúgy viszonylag kényelmes foggantyú. Kuplung az ugye fordított. Csak akkor hajt, mikor be van húzva. Baleset megelőzési. Baleset megelőzés miatt van ez így kitalálva. Szóval folyamatosan húzni kell a kuplungot használat közben, hogy menjen. Ha elengedjük, ugye akkor egyből megáll a hajtás.
van kézifék, lábfék, pótkocsin. Most ezt a gumin nem biztos, hogy megtalálom, de már újkorában is látszott rajta sérülés, talán itt. Hát ilyen apróságok ugye vannak ilyen árkategóriás gépeknél, hogy azért nem tökéletes. Amúgy ez is, hogy a Hondás, még Honda motoros kapálógépeknél szokták, ugye, hogy el vannak ájulva, hogy első rántásra beindul. Hát ez a kínai motoros gép is elsőre indul. Na jó, most másodikra. Technikai ördöge persze közbeszólt, mondjuk körülbelül olyan 1-2 fok lehet, úgyhogy elég hideg van. De egyébként, ha melegebb van, akkor elsőre beindul. Olajtükrös a légszűrője. Igen, ez a szárnyas anya is elég gagyi. Ugye itt van a levegőszűrő, ott az olaj. Na, szóval még majd bevágok a film végére egy kis videót, amikor ugye terhelten, hát durván 3 mázsafa lehet a futón, nagyjából én úgy satszolom. És hogy megy vele a gép, csak kicsit elbénáztam, mert a kettes nem nagyon találtam meg, csak a legvégére sikerült kettesbe tenni. A kettesbe azért elég jó tempóval lehet haladni vele, egyesbe elég lassú. Hát a kettes meg a hármas között túl nagy különbség nincs végsebességre. Na, úgyhogy nagyjából ennyit a gépről. Igazából tudtam, hogy lesznek kisebb problémák vele, vagyis, hogy mondjam, ugye ennyi pénzért nem várható el, hogy csúcsminőséget fogunk kapni, de egy teljesen jól használható végül is. Kapákat még nem igazán használtam, csak egy teszt erejéig. Hát itt nálunk a homokon nem lesz vele gond, mert az biztos, hogy itt könnyen fog seregni vele. Igazából a motor erővel sincs gond, mert kint az erdő között is, hát maga a gép erejével nem nincs úgy gond igazából, ugye az emelkedő a puha homokos talajon azért nem könnyű neki, így két kerékhajtással, de igazából ahhoz képest elégedett vagyok vele, hogy féltem, hogy majd egy kis terheléshez elakadok, meg ilyenek, de egész jó. Ugye nagy 12-szoros kerekek vannak rajta. Úgyhogy sokat
sokat könnyített a munkámon, nem kézikocsival kell a fát behúzgálni. Na, búcsúzok mindenkitől, sziasztok! És akkor jön a éles teszt. Csak a kettes nehezen találtam meg. Na, sziasztok!